Így hiszen úgy vigyázza előtt és köszöni meg azt a munkát, amit örökül hagyott. Ezt a városi tanács elnöke mondta a szobor leleplezésekor. Fehér Ferenc költeményeiben mélyen átérezte azt az időszakot, amelyben élt. Munkássága a bácskai, a vajdasági, az újvidéki szellemiség tükre volt. A vajdasági magyar kultúra megbecsülésének a jelét látom abban, hogy az elmúlt évszázad második fele legjelentősebb írójának szobra valamennyiük nem csak irodalmi, hanem művelődési életünk és jelenének megtiszteltetése. Az újvidéki magyarság 5 éve küzdött ezért a szoborért. Az ünnepségre hazajött Magyarországról Fehér Ferenc családja. A költő halála után a délszláv háború idején hagyták el a vajdaságot. 30 évig itt állt mellettem, és most itt van szembe velem, és még vissza se köszönhet. Rettenetes űr. És fájdalmas. Csak ezt tudom mondani. Fehér Ferenc 25 kötetből álló főleg verseket, riportokat és versfordításokat tartalmazó életművét szerb, macedón és albán nyelvre is lefordították. Az ő költészete a vajdasági magyar irodalom fényes fejezete. Az a fejezet, amely egyrészről számba vette a helyi színeket, másrészről pedig ezeket a helyi színeket a létezés magaslataiba emelte. Fehér Ferenc otthon volt a vajdasági magyar médiában is. Folyamatosan szerepelt, publikált és napi kapcsolatot tartott olvasóival. 61 évesen, nem sokkal az egykori Jugoszlávia szétesése előtt, 1989-ben halt meg.